Munkagépek dolgoznak a polgármester hivatal, valamint a posta által határolt területen. A Jószerencsét úttól egészen a Liget útig az Egressy úttal párhuzamosan a járda kivételével a bontási munkálatok megtörténtek. A kivitelező az új közvilágítási hálózat kiépítéséhez a vezetékeket már lefektette, ugyanis a téren okos közvilágítási rendszert építenek ki, egyben a támfalak és a lépcsők egységes, modern új burkolatot kapnak. A szakemberek az üzletek előtt már elkészítették azt a betonlapot is, amire a burkolatok kerülnek majd. A rendezvényeken kihelyezett pavilonoknak az új csapadékvíz elvezető rendszernek köszönhetően megoldódik a víz és szennyvíz elvezetése is. A város legnagyobb ivóvízvezeték hálózatát szintén felújítják ezen a szakaszon. A munkálatokkal párhuzamosan készül a Jószerencsét úti buszmegállóhoz vezető lépcső is. Szintén a téren kap majd helyet a nagy színpad, aminek a támfal alapján dolgoznak a kivitelezők, valamint a munkálatok kapcsán áthelyezésre kerül az Egressy Béni Művelődési Központ melletti tűzcsap is, azért, hogy a lépcső kialakítása megtörténhessen. Az 1956-os emlékműhöz vezető lépcső is megújul, így a régi térköveket már felbontották. A beruházás végére egy modern, impozáns főtérrel gazdagodik majd Kazincbarcika belvárosa, ahol minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő kikapcsolódási, sportolási és közösségépítő lehetőséget.